Kenuval szállítják ki a zsákokban összegyűjtött hulladékot a KÖSZ, vagyis a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők Egyesületének tagjai a Szőnyi-szigetről. Az elmúlt egy évben több hulladékgyűjtési akciója volt a novemberben egyesületté alakult civil kezdeményezésnek. A Szőnyi-szigetet eddig senki nem takarította ki előttük. Ezt egy országos pályázaton nyert 800 ezer forintból tudták megvalósítani. A dunai árhullámok folyamatosan újra termelik a szemetet. Így 40 év hulladékát gyűjtötték össze, és válogatták szét az önkéntesek. Ez a sziget csapcsolónak a megközelíthető, ezért a Kubik Egyesülete keresünk meg, aki felajánlottak három csalókat, és igazából megegyeztünk, hogy biztosítanak számunkra a csónakot, ők biztosítsák az átszállítást a szigetre. A pályázat keretében tudtunk beszerelni zsákokat, csipeszeket, illetve van lehetőségünk arra is, a vértesítományával egyeztetünk, hogy a szeretőt tudjuk gyűjteni a hulladékot, és a szeretői hulladék gyűjtéshez pedig a Malosvár erőd ajánlott fel színpad elemeket, aminek keresztül hatékonyan tudjuk vádolgatni a hulladékot. Az egyesületünk például a 14 tagos számmal, amiben nagyjából mindenki itt van, és a koronavírus szabályokra való tekintettel nem szeretünk volna nyilvános eseményt hirdetni, ezért szigorúan zárkőbe szerettük volna megrendezni az eseményünket. Ezért igazából mindenki hívott még egy-két embert, és körülbelül így lettünk most így 23-an nagyjából. És igazából így a szigeten nagyjából igyekszünk betartani a távolságot, itt a parton, és maszkot használunk, biztosítunk készfertőtlenítőszereket, szóval igyekszünk tényleg a lehető legtöbb szabálynak megfelelni így a mai nap folyamán. A pályázat segítségével szemléletformáló tanúsvényt is szeretnének kialakítani, mely bemutatja a sziget élővilágát, a folyami hulladékok veszélyeit. Hulladékgyűjtőket is kihelyeznek majd, garantálva ezzel a sziget tisztaságát hosszú távon. Tervben van a monostori sziget megtisztítása és nyári táborok szervezése is. Egyesületük folyamatosan bővül, más kisvárosokban is szerveznek hulladékgyűjtő akciókat. A szemétszedés során a horgászhulladékok, PET palackok mellett találtak például egy 2011-ben lejárt bontatlan sörös dobozt és egy 1983-as Chemotox flakont is.